egyáltalán nem jövünk zavarba, mert megkérem következő vendégünket, hogy húzza maga elé a mikrofont. Őt úgy hívják, hogy Szanyi Tibor, és köszönöm szépen, hogy ilyen ügyesen a technikával is boldogul. Jó, és szeretettel kívánok. Köszöntöm itt a stúdióban. Az ISZON párt alapítója és miniszterelnök jelöltje. Jó reggelt. Jó reggelt ismét. 250 ezer forintos minimálbérről mi már beszélgettünk ebben a műsorban. Ez az önök elképzelése, és hát akkor is mondtam, hogy mintha ez ügyben elindult volna valamiféle licit. Hogy tűnik, hogy mindenkinek van egy elképzelése, hogy hova kellene kilőnie ennek az összegnek, mert ígérni mindenki tud, annyira nem lehetünk szegények. Mi az alapja annak, hogy ilyen összegű minimálbéremelésben gondolkozzanak például önök? Az alapja az az, hogy nemes egyszerűséggel ennyiből lehet Magyarországon élni. Ugye a létminimum számítások azok hivatalosan nem léteznek, de ettől függetlenül különböző társadalmi szervezetek, műhelyek végeznek ilyesmit, és azért ma az origója a létminimumnak, az durván egy olyan 110-120 ezer forint között van. Na most mi azt tételezzük föl, hogy minden egyes dolgozó legalább egy valakiért felel, hogy ez most gyerek, szülő, stb. Ez tud változni, de gyakorlatilag ez a minimálbér, amit mi magunk elé vettünk, és kitűztünk, és küzdünk, amiért, ez gyakorlatilag a létminimum duplája. Innen a szám. A másik pedig azt mondja, hogy sajátos licit van. Nem. Nem érzékeli? Nem, ugyanis eddig még senki nem ígért fölénk. Hát tehát így is lehet mondani, de hát én mondom, hogy 300 ezer, akkor már maguk fölé ígérek. Igen, de hát ez nem történt meg. Mondhatom, 300. Tehát ha így nézzük, akkor persze nem. Egyébként lehet, mi ezzel nem fogunk vitatkozni, tehát mi simán föl tudunk zárkózni az ön által említett 300-hoz is, sőt lehet, hogy jövőre ez lesz, mert ahogy vágtat az infláció, most csak úgy például az építőanyagára körüli cirkuszt hadd említsem, azért ez a 300 ezer forint, vagy 250, azért maradjunk. Nem akarom elvinni komolytalan irányba. De nem komolytalan az irány. Ugye mondott Karácsony Gergely is valamit, mondott Orbán Viktor is valamit, van az MSZP-nek is egy elképzelése, szemmel láthatólag ők mondjuk például adómentessé tennék, és ezzel segítenék az embereket. És van önöknek ez a 250 ezer forintos elképzelésük. Erre gondoltam, amikor arról beszéltem, hogy van egy licit. Igen, csak mi indultunk, és 250-nel indultunk, és erre jöttek a többiek a jóval alacsonyabb számokkal. Nem lehet, hogy az a realitás? Nem. Hát minden realitás, a munkabérek kérdése a munkásmozgalom történetéből ezt nagyon jól tudhatjuk, az pont annyi a minimálbér, amit a dolgozók kiharcolnak. Tehát ez egy reális szám, és mondjuk azért, hogyha már itt föltette a kérdést, hogy különböző pártok vagy politikusok mi mindent mondanak erről a kérdésről, akkor azt hadd illessem néhány gondolattal. A kormány áll hozzánk a legközelebb, aki azt mondta, hogy 200 ezer forint a minimálbér, csak azt nem mondta meg, hogy nettó vagy bruttó, meg azt se, hogy mikor. Amúgy egyébként én élek a gyanúperrel, hogy Orbán Viktor, vagy pontosabban a kormány az abban gondolkodik, hogy ez lehet akár nettó is, bruttó is, hiszen ők nagyon régóta üzemeltetik az adókedvezményeknek a különböző rendszerét, sőt vannak olyan adókategóriáik, ahol effektív nulla az adó. Tehát ilyen értelemben ez bruttó is lehet, nettó is, személytől függően. Karácsony Gergely azt mondta, hogy ez nettó, az ő 200 ezre, és majd a jövő ciklus végére. Hát azért állja meg a menet, hogyha valaki 5 évre előre azt tudja mondani, hogy ilyen gyalázatos lesz a minimálbér, attól be nem fölmegy a pumpa. Az MSZP meg a DK-nél szerényebb összegeket mond, ilyen nettó 150-160 ezer forint környéki minimálbérről beszélnek, ami azt jelenti, hogy ez a két párt bizonyosan nem a dolgozó embereknek az érdekeit képviseli, hiszen mind a baloldali, igen, szolidaritás Magyarországért mozgalom, vagy szebb nevén ISZOM, aláígért bőséggel, de még a kormány alatt is van, hát szerintem ez az egész történet, ez így nem versenyképes. Van egy aláírás gyűjtésük a 250 ezer forintos havi minimálbérért. Mennyire fogékonyak erre az emberek? Tehát azt gondolnám, hogy na ez az, amit mindenki aláír, aki elé oda dugják. Jól gondolja. Viszont ez nem csak úgy van, hogy szó nélkül oda jönnek és aláírják, hanem vannak beszélgetések. Engem teljesen megkapott az, amit egyébként az elmúlt hetekben, ezekben a kis településeken járva tapasztaltam.
Az egyik dolog az az, most csak a bérekről beszélve, hogy szinte tipikusnak tekinthető vidéken, Budapesten is persze, de előfordul, de vidéken tipikus, hogy 4 órás és arányosan minimálbéres munkára jelentik be az embereket, aztán 10-12 órát dolgoznak érte, és a különbözetet pedig, hát különbözetet, tehát valami alamizsnát beletolnak még feketén a zsebekbe. Szerencsétlenek kénytelen kellett leelteszik, hát elfogadják. Ugyanakkor ebből se nyugdíj, se semmi nem keletkezik, tehát én azt gondolom, hogy vidéken érlelődik egy nyugdíjkatasztrófa ennek okán. Ezért kell a minimálbért az drasztikusan megemelni. A másik pedig, és hogyha már itt az előző beszélgetésnél a vízről volt szó, akkor én is hadd mondjak egy vízes példát. Engem elképesztett, hogy Hajdú-Bihar megyében, Borsod megyében micsoda elképesztően ócska pocsék víz van nem kevés településen a Csabban. De olyan barnás lötty, amit még mosogató léként is undorral néz az ember. Én azért lepődtem ezen meg, mert még korábban európai parlamenti képviselőként, azt megelőzően országgyűlési képviselőként, én úgy hittem és úgy tudtam, hogy irgalmatlan összegeket raktunk bele európai pénzből, hazai forrásokból, a vidék, meg általában Magyarország ivóvizes ellátásának érdekében. És hogyha ez az eredmény 2021-ben, akkor azt mondom, hogy valaki ezt a pénzt ellopta. Tehát ezzel valamit kell csinálni, mert egyébként tényszerű az, hogy ezek az emberek százszoros áron veszik a vizet, palackozott vízből fürdenek, vagy mosakodnak, palackozott vízből mosogatnak, vagy mosnak, és ez pont százszoros ár. Na most akkor visszatérek az előző kérdésre. Mi az a minimálbér, amiből meg lehet élni Magyarországon? Nem gondolom, hogy erre most a kedves hallgató nem tud válaszolni, mert mindenkinek a saját zsebe és a saját élete határozza meg. Önök szerint 250 nettóban. Olvasok itt egy hírt közben az oldalukon, én ezt a Kánikula rovására írom. A Fideszből dezertálókat támogatja az ISZOM az előválasztáson. Ez akár lehetne komoly is, de hát Pálinkás Józseftől kezdve Márki-Zay Péterig csomó mindenkit felsorolnak, akiket önök támogatnak. De úgy tudtam, hogy nem is vesznek részt az előválasztáson, tehát akkor nem is támogatnak. Szurkolunk nekik, hogy valóban, ugyanis hát ez a úgynevezett, a Fidesz előszeretettel mondja, egy baloldali ellenzék, de hát egy baloldali erő sincsen benne, vagy egy baloldali politikus sincs köztük. Ez valahol a... Ezzel mondjuk a ma még megszólaló Komjáti Imre például biztosan vitatkozni fog. Hát az lehet, hogy vitatkozni fog, akkor majd ezt megvitatjuk, mert pont az ő pártja az, amelyik a legkisebb minimálbért ajánlotta meg a fényes jövő dacára. Hát hogyha valaki azt mondja, hogy a baloldaliság az nem melverés, meg ilyen pólóknak a kérdése, az, az effektív politikáknak a kérdése. Hát hogyha egy párt a legalacsonyabb minimálbért mondja be a célkitűzése között, és ez Komjáti Imre pártja. Hát ez neked nem mondja, hogy baloldali, hát ez menjen a fenébe, hát bocsánat, hát hol itt a munkás képviselet? Hát az, hogy odaláncolom magamat, mit tudom én, valami kerítés, ez sorry, hát ez nem. Számolnak önök a gazdasági környezettel? Számolnak önök azzal, hogyha bemondanak egy 250 ezeres minimálbért, ami mondjuk teszem fel, megvalósul, akkor mi történik azokkal a kis és közepes vállalkozásokkal, amelyek mondjuk leszakadt térségben próbálnak munkát adni az embereknek, és így is olyanok nincsenek. Kis és középvállalatok, szóval a mikrovállalatokról beszélünk, tehát a hazai és a nemzetközi statisztikai megközelítésében 10 főig mikrovállalkozásról beszélünk. Az, aki már 10 fő fölött tud alkalmazni, ott azért az sokkal jobb a helyzet, mint az ilyen kicsik. Jó, akkor beszéljünk a mikrovállalkozásokról. Velük mi lesz? Tehát számolnak gazdasági hatásokkal, igen, vagy csak bemondanak egy számot? Igen. Mi gyakorlatilag az osztrák, svéd, norvég, stb. Mintát követjük, amit a következőképpen hangzik. Az a vállalkozás, amelyik nem tud egy megérhetést biztosító minimálbért biztosítani a munkásának, az nem vállalkozás. Az vagy rabszolgakereskedelem, vagy csak ostoba próbálkozás. Egyébként ezeket az ügyeket, tehát léteznek olyan tevékenységek, amelyek nem piacképesek, ez tagadhatatlan, csak ezekben az említett országokban szociáliságon oldják meg. Magyarországon is egy kicsit erre hajja az egyébként ez a közmunka program, de az is tele van mindenféle bajja. Szóval vegyük komolyan magunkat, Ausztriában például azt mondják, hogy az ilyen esdeklő, csetlő, botló vállalkozások,
tulajdonosoknak, hogy sorry Hans, állj le, és ne rossd az egész ország versenyképességét. Megoldjuk neked ezt szociáliságon. És ezért mondjuk mi azt, hogy falu szövetkezetek, szociális szövetkezetek, és sokféle szövetkezeti elképzelés lehet, és ez Magyarországon is bebizonyította, főképpen Dél-Baranya térségében lehet nagyon jól látni, hogy ezek a szövetkezeti alapon összeállt, különböző tevékenységekre összeállt csoportok, ezek viszont közel már meg tudják adni azt a megélhetést, amit arról beszélünk, a 250 nettót. Az változatlanul úgy van, hogy a 2022-es országgyűlési választáson külön egyedül méreti meg magát az ISZOM? Abszolút. Hány százalékra számít? Törekszünk. Mi 5 plusz. Tehát ez azt jelenti, hogy a parlamenti küszöböt szeretnénk megugrani, és ennek van azért egy olyan varázsa, hogyha valaki logikusan gondolkodik, és látja, hogy ma Magyarországon most a két nagy blokk ilyen eléggé pariban van. Tehát ez azt jelenti, hogy aki 5%-kal be tud ékelődni a Magyarországgyűlésbe, az igen jó esélyekkel bír arra, hogy legalább a minimális programját megvalósítsa. Magyarul mi ezt úgy éljük meg, hogyha akár csak egy, de leginkább 5 képviselővel bejutunk a Magyarországgyűlésbe, akkor a 250 ezer forintos minimálbért azt kikényszerítjük, ez az egyik dolog. De általában is elmondható, hogyha mondjuk mi alakítanánk kormányt, én lennék a kormányfő, akkor ígérhetem mindenkinek, hogy nagyon-nagyon meg fog emelkedni a jövedelme. Én meg elmondom a hallgatóknak, mert ők nem látják, hogy Szanyi Tibor elmosolyodott közben. Igen, mert jön a mondat másik fele, ha nem én leszek a kormányfő, akkor csak nagyon fog megemelkedni a fizetés. Az ISZOM alapítója és miniszterelnök jelöltje Szanyi Tibor volt a vendégünk. Marsz Évával jönnek a friss hírek itt a Spirit FM-en.